Sziasztok, sziasztok! Én Vivi vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon, és ez egy rendhagyó vloghetes bejegyzés vagy videó lesz, ugyanis ez egy beszélgetős videó, és közben fogok sminkelni is, ugyanis kaptam promóba egy nagyon szuper kis terméket, vagyis nem is egyet, hanem kettőt a NYX Hungary jó voltából, illetve az All Too Test jó voltából, úgyhogy ezt fogom most felaplikálni majd az arcomra, meglátjátok, mi lesz a végeredmény. Tartsatok velem a mai napon is, közben lefertőtlenítem a kezemet, tudjátok, nagyon fontos sminkelés előtt egy jó kézmosás, az most megvolt nekem, és hogy 100%-ra menjünk, nekem ez a Bridal iPhone van, ezzel szoktam még, és megvárom természetesen, hogy felszívódjon, elpárologjon, addig nem nyúlok az arcomhoz, addig feltartalak benneteket és beszélek. Nagyon sokan kértétek, hogy legyen ilyen tartalom, mert már régen volt, úgyhogy állok elébe. Alszik Tizi baba, Jonathan itthon van, mert nagyon fájt a pocakja, úgyhogy ő most ilyen megfigyelés alatt van. Holnap reggel fogunk menni a doktor úrhoz, megvizsgáltatjuk, megnézhetjük, hogy mi lehet a baj, mert múltkor is volt valami hasfájós vírus, azt is benyelték a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ez most valami visszatérő vírusos fertőzés lehet, úgyhogy minden esetre diétáztatom, tud nekem Tiziben segíteni, úgyhogy én meg tudok közben nektek videózni, de nem sok időm van, mert ugye Kornél babáért majd menni kell a bölcsibe, nagyon jól érzi magát, nagyon jól el van, többek között erről is fogok beszélgetni, illetve Marci kérte, hogy egy picit beszéljünk már a Billire való szoktatásról, ugye gondolom pelusról Billire, és ezzel kapcsolatban is beszélgethetünk meg a kicsikor különbségről, ami majd belefér ebbe a cirka 50 percbe. Úgyhogy tartsatok a mai napon is velem, ha még nem teszitek, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy sosem maradjatok le a friss feltöltéseinkről, legyetek napra készek, hogyha tetszik ez a videó, majd nyomjatok a végén egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, de arra nem bátorítok senkit. És szóljatok hozzá, hogy nálatok hogy volt a Billire való átszoktatás, a pelusról való leszoktatás, mit preferáltok, milyen praktikákat vetettetek be, illetve ki, akinél ilyen kiskor különbséggel születtek a gyermekek, mint mondjuk mi nálunk, ő mesélhetne arról, hogy milyen így az élet, hogy megbánta-e, többet várna, vagy aki többet várt, ő várna-e kevesebb évet a két gyermek között. Én is elmondom az én tapasztalataimat, ami belefér ebbe a pár perces videóba. Pár perc. Úgyhogy tartsatok velem, én most lefertőtlenítettem a kezemet, úgyhogy induljon, és ez a szuper sminkelés. Na hát itt van ez a kis szupi-szupi csomag, ezt még egy csillagot is kaptam rá, oda nézzetek. Kicsit gyűrött, hát ennek van egy története, képzeljétek el, hogy nem tudom hány pár száz hölgyemény tesztelheti amúgy a NYX-nek ezeket az újdonságait, és én vagyok az egyik, tök jó. A másik a sógornőm, képzeljétek el, és de nem is ezt akartam mondani, hanem képzeljétek el, kapok egy e-mailt pénteken, ma van szerda, pénteken este, nem, reggel, péntek reggel, hogy nem sokára nálam van a csomag, bocsi, de közben itt pukkazgatok, ahogy eltépem, mert oda vagyok, meg vissza az ilyen dolgokért. És hát mondom, akkor nem megyek sehova, elvittem gyorsan Kornélt a bölcsibe, és mondom, akkor várok itthon, mint a jó gyerek, hozzák a csomagomat, közben főzőcskézek, rendet rakok. Nagyon, szeretitek nyomkodni? Én nagyon, na mindegy. És egész nap nem jött a csomag, hát mondom, jó, azért nem vártam, tehát úgy voltam, hogy jó, akkor elmegyek, és jön este az üzenet, hogy hiba, rossz szállítási cím, és a futár nem tudta kézbesíteni. Hát mondom, gyerekek, ezt nem hiszem el. Annyi nem volt a futárban, hogy megcsörögjön telefonon, hogy figyú, mi a címed, mert nem találok, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ez elmaradt a részéről. Én nagyon mérges voltam, megmondom őszintén, mert nagyon vártam. És akkor hétfői napon is kaptam egy üzenetet, hogy jön a csomag, mégis jön, nem jött, ugyanez, hogy a futár nem talált, hát mondom, ezt nem hiszem el. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, és mondták, hogy akkor jön nem sokára, és ma reggel érkezett meg, szerda reggel, tehát a kedd az totálisan kimaradt. Úgyhogy a lényeg az az, hogy itt van a kezemben, kibontottam, nagyon érdekes, nem is tudtam, van itt egy szemhétus, ez egy sima szemhétus szerintem, semmi extra, annyi, hogy vízállónak ígérik. Azért mondom így, mert ért már meglepetés, hogy vízálló szemhétus egyáltalán nem volt vízálló. Minden esetre itt azt írják, hogy az...
Jó, meglátjuk, meglátjuk, amúgy így fog kinézni, hogyha kibontom, itt van az oldalán. Aztán a másik termék, az pedig egy lip cream, egy matt szájkrémnek hívják, egy matt rúzs, úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni. Én, amióta nem csináltam ilyen sminkes videót, egy picit megváltoztattam így a sminkelési szokásaimat, instantabbra, azért, mert megszületett ugye a baba, és nincsen sok időm sminkelni, úgyhogy nézzétek el nekem a lehet, hogy hiányosságaimat, de nekem most ez az a smink, ami tutira bejön, és gyorsabb sokkal. Nyilván, ha beszélek, lehet, hogy nem lesz olyan gyors, de én most ezt így használom már hetek óta. Ezzel a technikával sminkelek, most jól hátra fogom a hajam, mert közben megnőtt, és nem lehetne más, hogy kényelmesen sminkelni, úgyhogy kellett találnom egy olyan megoldást, hogy relatív rövid időn belül el tudjam végezni ezt a napi rutinomat. Amúgy ne aggódjatok, hogyha nincs időtök sminkelni. De mindig mondom, vagy mondtam nektek, hogy legyen azért idő, és most is azt mondom, de én amióta megszültem Tirzust, még ugye most lesz 2 hónapos október 18-án, kicsit behidratálom az arcomat közben, a mixernek használom a nappali krémét. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy mennyiszer sminkeltem ki magam, hát maximum 5-ször, úgyhogy ez lesz mondjuk a 6. alkalom, jó, mondjuk azt? Igen, és ennek 2 oka van, az egyik, hogy nincs időm, a másik, hogy nincs időm. Úgyhogy gyakorlatilag most van, mert itt van Jani, és tud nekem segíteni, és különben is nagyon szeretném tesztelni ezt a 2 szuper jó terméket. Én a NYX-et alapból is nagyon szeretem, mert árérték arányban is számomra tök jó, nem olyan drága, ugye? És amúgy most a Maybelline-nek az Affiniton-ját fogom felrakni, amit most a DMS rendeléssel együtt rendeltem, aki nézte az előző vlog videómat, abban lehetett látni. Amúgy nagyon jó állaga van, egy problémám van vele, hogy iszonyat rossz szaga van, tehát ez az igazi régi alapozó szaga van, úgyhogy nem lesz a kedvencem, viszont jól fed nagyon. Úgyhogy szó, ami szó, már nagyon hiányzott a sminkelés, úgyhogy most megragadom az alkalmat, hogy a nagyfiam itthon van, annyira nincsen rosszul, hogy ne tudjon a babában segíteni. Látjátok, egy kicsit sötétebb árnyalatot vettem, ennek az az oka, hogy webshopon keresztül adtam le a rendelést, tehát neten keresztül, és nem láttam a pontos színét az alapozónak, ami igazából most nem érdekel, mert legalább végre sminkelek újra. És akkor csapjunk is bele a témánkba. Kérdezitek rengetegen, hogy milyen a Kornélnak a bölcsi, képzeljétek el. Annyira nyugisan viseli, hogy erről már lehet, hogy meséltem az egyik videómba, de a lényeg az az, hogy 2 hét rosszabb esetben 3 hét a beszoktatási idő az oviba. Ebből a Kornélnak hivatalosan már majdnem 2 hét letelt, és ugye nem szeptember elején kezdtük, tehát szeptember végén kezdtük mi az ovit, és képzeljétek el, aztán jött egy 1 hét kimaradás, mert covidos lett egy gyerek az oviba, és akkor inkább úgy láttam jónak, hogy inkább maradjanak itthon Ábrissal, nehogy ők is újra covidosak legyenek. És képzeljétek el, hogy 1 hét kihagyás után még könnyebb is volt neki, úgymond a kis lelkének szerintem, hogy őt én most bölcsibe viszem, itt alul el szoktam oszladni egy kicsit, hogy ne nézzek ki úgy, mint valami maszkhordós nő. Maszkhordós, na mindegy, miket beszélek. És ugye ma szerdai nap van, hétfő 2 szerda ment most Kori, és nagyon jól érzi magát. Ma van gyümölcsnap nálunk a bölcsibe, oviban, és ma vittek egy-egy banánt is magukkal a skacok. Van, hogy több mindent viszünk, van, hogy konzervet vagy befőttet viszünk, de most egy-egy banánt adtam nekik, mert utoljára azt kérte az óvónő, hogy ne vigyünk olyan sok gyümit, mert most gondoljunk bele, hogy minden szülő visz gyümölcsöt, vagy hoz gyümölcsöt reggel, és abból ők általában gyümölcssalátát szoktak készíteni, és rengeteg megmarad, hogyha mindenki ilyen zsákszámra viszi oda, úgyhogy elég egy-egy. Ti megírhatnátok, hogy nálatok ez hogy van az oviba, meg melyik napon van gyümölcsnap. Nálunk a szerda a gyümölcsnap, és ezért vittek csak egy-egy gyümit, és ide rakok most egy világosabbat a szemem alá. Látjátok, milyen karikás? És büszke vagyok rá.
azért, hogy mondjam, tízi jó alvó, de azért néha felfelébred, és akkor meg kell etessem, büfisztessem, és ezzel elmegy egy-másfél óra az éjszakában, és bulika van. Viszont ez a, most meg ezt a Maybellinnek, szintén a Maybellinnek ezt a 30 hour instant foundation-t használom, ami szuperul fed, és ez is ilyen mattos hatást kölcsönöz. Szóval egy szó, mint száz, hogy az is szerintem segített a mai napba Kornélnak, hogy gyümi nap van, és Kornél egy nagyon jótékony, adakozó kisfiú, és nagyon szereti úgy felvidámítani a többi embertársát, hogy ad valamit. És amikor bement a csoportba, meg Ábris is ilyen amúgy, kézen fogva mentek amúgy be, na, felsírta baba, akkor egy picikét szünetelünk. De lehet, hogy csak álmodik, azért megnézem. Na, semmi különös, csak volt egy nagy büfi. Hoppá, a pólom, most, hogy leültem, elfelejtettem nektek megmutatni, hogy van ilyen antiszoc pólom is, ha bár én magam nem vagyok antiszoc, de egy ilyen szarkasztikus antiszoc beszólás van rajta. It's a beautiful day to leave me alone. Na, angolosok előnyben. Igen, ez egy csodálatos nap arra, hogy békén hagyjatok. De ez nem igaz, ez csak viccből hordom ezt a pólót, és régebben voltak ilyen antiszociális elvonulós napjaim, még bőven a YouTube-os korszak előtt, és akkor rendeltem magamnak, AliExpressről volt, vagy akkoriban 1000-2000 forint, valami ilyesmi. Szóval bementek a csoportba a skacok, és mondták, hogy jó jeggeit, mert ugye mind a ketten még egy picit pöszéznek, ez tök érthető, mert még picik, és mondták az óvónének, hogy hoztunk ám gyümölcsöt, és az óvónéni egy ilyen nagy kosárba gyűjtötte a gyümiket, és megmutatta nekik, hogy na még van bőven hely, de azért már felgyűlt egy csomó gyümölcs, tegyük be oda, és nagyon örültek neki. Amúgy az én gyerekeim, hála Istennek, nagyon-nagyon szeretik a gyümölcsöket. Mondjuk ennek örülök, mert én például szerettem, de annyira nem voltam fanatikusan rajongója a gyümiknek. Jó, ezután nem a szemem jön most nekem, az alapozás után, hanem hogy egy kicsit jobb kedvem legyen attól, hogy jól érzem magam, és szépnek érzem magam. Nyilván smink nélkül is, de azért a smink az na, számomra. Kontúrozok. Kicsit barnítózok. Mert ugye ez nagyon fontos, egy kicsit megvékonyítja optikailag az arcot. Kicsit bronzosítunk, tök szép lesz. Itt is. Bocsi, hogy most nem beszélek, csak így össze kell szorítanom ilyen hülyén a számot. És nem tudok rendesen így kommunikálni veletek. A lényeg az az, hogy jól telik Kornélnak. Köszönjük szépen a bölcsi, meg a beszoktatás. Igazából nekem részt se kell benne vennem annyira, hogy folyok bele, hogy 11.30-ra értek el, menjek, tehát nem aludhat még ott. De azt mondta az óvónő, ha ilyen léptékekben haladunk, akkor ott fog aludni már egy hét múlva. Aminek én kifejezetten örülök, mert én meg visszaállok dolgozni, képzeljétek, úgy döntöttem. Tízibe lesz segítségem, tehát lesznek olyan napok, amikor egyedül fogom végignyomni, és egyedül leszünk. Most pedig pirosítok, hogy kicsit jobb legyen már az elején az összkép. És meg így kevesebb sminket fogok a szememre fölvinni, hogy látom, hogy ez amúgy fizika, miket beszélek, pszichológia, tehát nem tudom miért, de kevesebbet fogok felkerni így. Mondtam nektek, hogy megváltozott egy kicsit a sminkelési rutinom. És a lényeg az az, hogy azért állok vissza, mert megmondom nektek őszintén, nagyon jó karácsonyt szeretnék Joe-val a gyerekeknek, meg magunknak is, és gondolkodtunk azon, hogy elutazunk, illetve vannak terveink, a húgom ugye férhez ment, és a férje Dán. És hát mi van Dániában? A Legoland, és nagyon szeretnénk ellátogatni Legolandbe, de ahhoz pénz is kell, és benne vagyunk több projektben is, és úgy döntöttem, hogy én is szeretnék aktívan részt venni abban, hogy minél hamarabb eljuthassunk Legolandbe, a gyerekeknek szerintem óriási öröm lenne, hogyha nem is karácsonyi ajándéknak, de jövő évelei ajándéknak talán összejön. Ugye repülőjegy, utazás, szállás, maga Legoland, és nyilván természetesen forgatnánk nektek. Tehát ez lett volna a következő, amit mondok, hogy
elmegyünk, és nem csak úgy ott leszünk, hanem forgatni is fogunk ti nektek, hogyha lesz rá lehetőségünk. Főleg ugye gyerektartalomnak ígérkezik, de amúgy én nagyon vonzódom még most is 32 évesen, még kimondani is rossz volt, a Legóhoz és a legózáshoz, úgyhogy szerintem nekünk is nagy élmény lesz. Úgyhogy ezért lett Bölcs is Kornél, nem csak azért, mert ő nagyon szereti a közösséget, azért is, de többek között azért, hogy én meg nyugodtan, nyugalomba tudjak dolgozni, és Tizi baba ő még eléggé csendben van, mondjuk úgy, de azért szerintem így se lesz könnyű, megmondom őszintén. Sokan kérdeztetek a munkámról, telefonos ügyfélszolgálatos vagyok, sokan kértétek, hogy segítsek is ebből kifolyólag, mert ti is szeretnétek otthonról dolgozni. Én meg tudom adni az elérhetőségét a cégemnek, akinek dolgozok, viszont én nem magyarul kommunikálok, tehát a nyelvtudás előny, angol, héber, német területre is kerestek, lehet, hogy még most is keresnek, francia területre kerestek, hát úgy értem a területet, hogy pozícióra kerestek, nyilván otthonról végezhető munka, a számítógéped és a széked és az otthonod szobád kényelméből, de nem tudom pontosan, tehát fel kell őket keresned, meg kell kérdezned, én is így csináltam, pályáztam, megnyertem a pályázást, és beválasztottak a csapatba. Úgyhogy egy szó mint száz, hogy nagyon élvezem a munkám, nem könnyű egyáltalán, főleg nem anyukaként és kisbabás anyukaként, meg még nehezebb, végképp nem könnyű, viszont úgy vagyok vele, hogy legalább én is tudok valamit letenni az asztalra. Nagyon aranyosak vagytok, mert ezt már mondtam egyszer egy videómban, és volt olyan üzenetem, hogy én már letettem 7 gyereket az asztalra. Ez nagyon kedves, köszönöm. De megmondom őszintén, hogy a család meg a munka nekem két külön történet, és hogyha meg igaz is, és tényleg már úgymond szültem 7 gyereket, az nem azt jelenti, hogy nem kell, vagy nem lehet dolgozni. Amíg tudom, addig csinálom. Aztán, hogyha úgy alakul az élet, hogy nem fogom tudni tovább csinálni, akkor nem erőltetem. Tehát most minden esetre hálás vagyok azért, hogy én is tudok egy kis pluszt hozni a konyhába. Értitek? Tehát még hogyha nagyon is nehéz, és nyáron nagyon, hát hatványozottan nehéz volt, mert ugye itthon voltak a gyerekek, borzalmasan nehéz volt, csajok, fiúk. Tehát nem is akarok panaszkodni, mert utálok panaszkodni, de nem volt könnyű, na, az az igazság. De amit tudom, csinálom. Úgy döntöttem, és nincs belőle károm. Azt a mindenit, ide nézzetek, milyen nagy ez a szemétus. Lehet csak a csalóka, és igen, és a teteje ilyen hosszú, de nem baj, mert legalább normálisan ki tudom vele, reméljük, húzni azt a cicaszemet, tusvonalamat. Nem biztos, hogy jó lesz, mert most videózok, és most para van, és minden, de megpróbálom jól kihúzni, viszont addig lekapcsolom a kamerát, mert az feszélyez. Na hát, okkal kapcsoltam ki a kamerát, egy kicsikét még mérgelődtem is, mert nem lett tökéletes, de nem is lett annyira gázos a tusvonal. Ilyen, hogyha 5-ből kéne pontoznom, akkor mondjuk 3,7-et adnék rá. Azt a 7-et csak úgy mondtam, de egy 3-at mindenképp. Úgyhogy ugye most a NYX-nek a szemhétusát teszteljük, hogy mennyire vízálló és mennyire könnyen felvihető, mennyire jó. Könnyen felvihető, csak nagyon sietek, hogy ezt a videót meg tudjam csinálni nektek időre, és időre odaérjek Kornélkáért is. És most képzeljétek el, felfedeztem, már mutattam pár videómban a L'Oréal-nak a Bambi Eye maszkaráját, szempilláspiráját. Nagyon szeretem, nagyon szépen kihúzza a szempilláimat. Úgyhogy ezt használom már egy jó ideje, nem is tudom, szerintem nyár óta biztos. Ilyen július körül rendelhettem magamnak, úgyhogy most ezt fogjuk használni. Nem rakok fel most műszempillát, úgy döntöttem, nem szeretnék. Most sietek is, meg most nem akarok annyira durva sminket felrakni. Így is már egy tus van fönn, meg piros lesz a rúzsom is, úgyhogy ez itt tökéletes. És látjátok, mivel az elején már megcsináltam a bronzosítót, meg a segítsetek már, arcpirosítót, ezért már egy kicsit szebb az összkép. Úgyhogy a lényeg, térjünk át a Biliről való leszoktatás, Pelusról való leszoktatásra, amit Marci kért tőlünk. Igazából itt leszögezném, hogy egyik gyereknél sem erőltettem azt, hogy szokjon le a Pelusról, mert kontraproduktív, tehát ugye az mit jelent?
Minél jobban erőlteted, annál inkább behúzza a kéziféket, hidd el, de igen, a te gyereked is. Ha tudatalat, ha nem tudatalat, hanem szándékosan, szánt szándékkal egyenesen, de behúzza a kéziféket a rosszabbik esetbe. Legtöbbször ez van, az esetek 90%-ában. Én azt vettem észre, ezt azért mondom, mert hazudok, nem a 7, hanem 6 gyereknél nem erőltetem, és nem fogom erőltetni. Ofinál erőltettem a leszokást. Hát, amit én akkor megéltem, gyerekek, az a pokla volt, ezt úgy higgyétek el. Ofi annyira durván megmakacsolta magát, és tudjátok, mit igaza volt? Egy annyira rámenős, erőszakos, verbálisan nyilván erőszakos anya voltam vele abban az időszakban, amikor már úgy szinte, nem tudom, ugye kint éltünk Izraelbe, azt kell Izraelről tudni, hogy ott nincsenek ezek a dolgok kőbevésve és erőltetve, hogy ki mikor miről szokik le, és tök nyugik a gyerekek, tök nyugisak az édesanyák. Jó, biztos, hogy ott is vannak paramamik, én nem sok ilyennel találkoztam, azt el kell, hogy mondjam, hogy ott is leszokik az összes gyerek a pelenkáról, 3 éves koráig kb., vagy akár lehet, hogy 4, nem tudom. Az én kislányomat én tudom, hogy ilyen szempontból beparáztattam, és rontottam a kis jó közérzetén azáltal, hogy folyamatosan ekésztem, hogy júj, most már a WC-be kell, vagy a bilibe kell pisilni. Azért volt egy kis presszió a család részéről is, mégiscsak magyarok vagyunk, azt a kultúrát ismerjük, abban nőttünk fel javarészt, és emiatt egy szorongós, félő természetet vett föl a Ofi, a kis nagylányom, akkor még kicsi lányom. Nem mellesleg nekem ott volt Rózi, aki ugye másfél évvel, sőt, 1 évvel és 4 hónappal fiatalabb Ofinál, és ő volt nekem a baba, ezt is elrontottam erre, és nagyon oda kell figyelni kiskor különbségnél, és Ofitól olyan szintű dolgokat vártam el, amiket nem kellett volna. Így utólag visszatekintve rá. És azon gondolkodom, hogy húzzam-e ki feketével, vagy hagyjam-e így a szememet. Szerintem nem húzom ki, most nem akarok tényleg olyan bedurvulni, hanem inkább, hogyha megtalálom, akkor fehérrel húzom ki alul a szemhéjamat, ezzel is egy kicsit növelve a szememnek a szemtérfogatomat. Ezt most találtam ki, ezt a szót. És a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy Ofi nagyon ügyesen az én unszolásomra elkezdett leszokni a pelusról, és elkezdett bilizni, és egyszer csak, amikor hát a nagy dolgát kellett volna elvégeznie, behúzta a kéziféket, és onnantól visszaszokott a pelenkára, úgyhogy napközben is kellett neki. Így szögezném le, hogy nem csak ez volt az oka neki, hogy egy ilyen nem jól sikerült nagy dolog állt a háttérben, hanem én akkor dolgoztam. Tehát én ugye miután megszültem Ofit, vissza kellett, hogy menjek dolgozni szinte azonnal 3 hónapos korában, mert Izraelben nincsenek ilyen szintű ellátások, családtámogatási szinten, mint Magyarországon, és szükséges volt azonnal a 2 fizu újra. És a lényeg az, hogy hát az orromat most nem csinálom, meg mostanában azt is kiszoktam így húzni barnával, hogy kicsit vékonyabbnak tűnjön, de most nem szeretném. És a lényeg, hogy visszamentem dolgozni, és bedobtam Ofit a bölcsibe, és még az is frusztrálta és feszélyezte, szerintem. Habár akkor ő nagyon pici baba volt, és ő úgy nőtt fel, hogy neki mindig bizonyítani és bizonyítani kellett, nekem, nem a bölcsinek, nekem, mert én meg folyamatosan presszionáltam otthon, amikor hazaértem, mondtam neki, hogy hát, gyere, bilizünk, amikor már elérte azt a kort, akkor, hát, most nem akarok neveket mondani, családtag unszolására én már 1 éves korában elkezdtem biliztetni, ami borzasztó korai, ugyanis akkor kezdett el járni, tanulni, beszélni, plusz a biliztetés az már egy kicsit sok volt neki. Gyors, meghúzom. De jó, addig kikapcsolom. Most csak a kontúrt húztam, meg nyugi, ahogy szoktam. És túl sok mindent kértem Ofitól egyszerre. Ezt sose csináljátok, ez nem jó. Ez a visszájára fog fordulni, hogyha erőltetve van minden.
szépen hagyjátok a gyereket kibontakozni, hogyha a közösségbe jár, higgyétek el, a csorda szellem majd őt is viszi, viszi, sodorja magával, hogy egy kicsit ügyesebb legyen, jobban teljesítsen otthon is, és meg fogja tanulni a szobatisztaságot. Hogyha már úgy látod, hogy a gyermeked érett, és én ez alatt a másfél éves kort értem inkább először, arra, hogy Billit lásson otthon, nem arra, hogy elkezd bilisztetni, majd ő magától elkezdi, hogy Billit lásson otthon, és le legyen a WC mellé téve, és hogyha neki kedve van jelezni feléd, hogy anya, szeretném kipróbálni, vagy apa, szeretném kipróbálni, akkor vegyél egy Billit, ajánlom az IKEA-sat, az nagyon jó, mert két részre szedhető, és nem kell mindig mindent elsikálj benne, sokkal higiénikusabb a végeredmény, sokkal jobb. Most bontom ki amúgy a Nix rúst, a matrúst, kíváncsi vagyok. Tehát vegyél egy Billit, vagy vegyél ilyen WC-re fellépőt, és várd meg, amíg a gyermek jelez, hogy ő szeretné kipróbálni. Hidd el, oviskor előtt, ha ügyesen csinálod, és hogyha jó fejszülő vagy, és vagány, nem olyan, mint én voltam Ofival, hogy ilyen vaskalapos, erőltetős paramami, hogy te nem fogod megtanulni, neked most meg kell, neked jó előre kell dolgoznod, bla, és a visszaára fordult, akkor sikerélményed lesz, és nagyon boldog leszel szerintem. Na most felkenem ezt a piros rúst, jó? És megnézzük, hogy mit produkál. Erre nem írták rá, hogy vízálló vagy akármi álló, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem lehet annyira tartós. Minden esetre nagyon szép színe van már most. És finom csoki illata. Fölkenem, és itt vagyok már is. Még kenem, csak bekapcsoltam. Hát ez egy csoda. Képzeljétek el, hogy ez tényleg rúzskrém, ami rá van írva. Hát nagyon szép a színe, és olyan, mint hogyha egy hidratáló krémet kennék rá a számra. Nagyon szuper. Szerintem tényleg nem olyan tartós, hogy rászárad, és akkor egész nap fed, és nyugodtan puszilkodhatsz benne, és nem jön le. Viszont esztétikailag mese szép. Jó illata is van, és jó színe is. És egy szó mint száz. Most így első felvitelre azt mondom, hogy nagyon könnyű felvinni is, a tust is amúgy, nagyon egyszerű. Nekem nagyon érzékeny szemem van amúgy, és még a tusok is csípni szokták, azok, amik nem olyan jó minőségűek számomra, és az egyáltalán nem csípi. És szerintem ezt a rúst is fogom használni, mert nagyon tetszik. Nagyon jó, de képzeljétek el, ahogy kenem föl, hogy rászárad a számra. Mégiscsak. Úgyhogy lehet, hogy ez is tartós, nem tudom. Minden esetre mutatom a rúst is, hogy így néz ki. Smooth Whip ez a neve. Látjátok? Úgyhogy hát lehet, hogy meg fog mégis ragadni rendesen. Minden esetre érzem, hogy egyre jobban tényleg úgy szárad rá a számra. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Egy kis highlighter teszek még föl, és szerintem igazából meg is vagyok. Ez, hogyha nem beszélek, 5 perc alatt megvan ez a smink. Most fogok beszélni, nyugi, csak felrakom a highlightert. Jó, nem vittem túlzásban semmit. Úgy értem, hogy nyilván lehet, hogy nektek ez már túlzás, de így, ami az alapozást és a többit illeti, és látjátok, így megnőtt a hajam, amióta nem videóztam intenzíven, voltam fodrásznál, és egy kicsit megigazította a színét is, de most akkor fejezzük be ezt a témát. Én amúgy nem annyira szeretem a Billiket, hogyha a Billi, akkor csak az IKEA-s szétszedhetős, amit mondtam, csekkoljátok, van az IKEA-nak a honlapján, nem is annyira drága, de én amúgy ezt a fellépős, lépcsős megoldást szeretem a legjobban, mert az alapból is a pelusból egyenesen a Billi WC-re szoktatja rá a gyerekeket, és szerintem nekik ez úgy sokkal jobb, tehát sokkal természetesebb, hogy felülnek a WC tetejére, sokkal jobb, mint a WC ülőke, ami elcsúszik, ez gyakorlatilag ez is egy WC ülőke, csak ki van lábakkal támasztva, és föl tud a gyerek rajta egyedül sétálni, vagy szülői segítséggel. Úgyhogy próbáld ki inkább, Marci, te is inkább, inkább szóismétlés. Próbáld ki a fellépőt, mert sokkal jobb, sokkal természetesebb, mint a Billi. Hogyha a gyereknek nem jön be a Billi, nekem volt, szinte egyik fiamnak se jött be a Billi, hanem ők alapból már
a WC-be szerették volna a dolgokat intézni a kis fellépőjükkel. Most például Kornél van abban a korban nálunk, hogy 2 éves múlt július 26-án, és gyakorlatilag azóta ő próbálkozik tök egyedül a WC-zéssel, és hogyha nem szeretné, nem fogom erőltetni, mert van még egy majdnem 1 évünk 3 éves koráig, jó, 10 hónapunk, de úgy vagyok vele, hogy ez alatt a 10 hónap alatt bőven meg fogja tanulni azt, hogy neki hova kell és mikor kell a dolgát intézni, úgyhogy soha semmit nem szabad erőltetni. Hát közben idehoztam Kizimizit is, mert képzeljétek el, Joe közben megjött, aztán Joni kifutott hozzá segíteni, úgyhogy én megfogom Kizit, mert nem aludt vissza a drágám. Szóval egy szó, mint 100, soha nem szabad az átszoktatást erőltesd, mert hogyha erőlteted, nem fog úgy összejönni, ahogy te azt eltervezted. Hagyd, hogy a gyerek a saját ütemébe csinálja. Én tényleg az Ofinál nagyon elrontottam, és nagyon sajnálom, és eddig nem vallottam be, vagy nem beszéltem úgy róla nektek, de ő 4 éves koráig hordott éjszaka pelenkát. Tehát ez még, én azt mondom, hogy még ez is még jó indulattal se fér úgy bele a történetbe. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy de, és hogy higgyem el, hogy nem gond. Én azt mondom, és az orvos is azt mondta, hogy ez már nem oké, nem volt rendben, hogy ő még egy pár hónappal 4 éves kora után is hordott, és ennek lelki okai voltak főleg, és főleg én miattam. Úgyhogy ti ne esetek bele soha ebbe a hibába. Ők is kicsi emberek, tehát ugyanolyan emberek, mint mi, picik, és tiszteletben kell tartani az ők is akaratukat, ők is gondjaikat, bújukat, vágyaikat, álmaikat. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet őket irányítani, mivel mi vagyunk a szülei, ezért nevelnünk kell őket. Viszont olyan akaratot rájuk kényszeríteni, amit ők nem tudnak úgy megélni, mint mi felnőttként, értitek? Hanem pici gyerekként félnek a kihívástól, azt nem illik, nem szabad. Tehát azt, hogy ők is emberek, azt tiszteletbe kell tartani. És akkor, hogyha látja a gyerek, hogy te a haverja vagy, te a bizalmasa vagy, akkor meg lesz ez a kölcsönös tisztelet és bizalom, és meg fogja lépni azt a szintet, hogy ő egyedül a WC-be vagy a bilibe csinálja a kis dolgait, ügyes, bajos dolgait, de bármelyiket is választod, mindenképp érzékeltesd a gyerekkel, hogy azt ő kapta, az az övé, azt ő használja, csak az övé, csak neki vetted, sok szeretettel, nagyon szereted, támogatod, és én a helyedbe még azt is leszögezném, hogy bármikor használhatja. Te nem fogod neki megmondani, nyugodtan, amikor akarja, akkor gyorsan segítesz lehúzni a pelust. És ami nagyon fontos, tudom, hogy sokatok nem szereti, de próbáljátok ki a bugyi pelenkát. Mert azt egy mozdulattal csak lehúzzátok, és már mehet is a gyerek. Ezzel is megnövelve a kedvét ahhoz, hogy megtanulja a bilizést vagy a vécézést. Úgyhogy erről ennyit, remélem, hogy ez kielégítő válasz volt, Marci. Hogyha még van kérdésetek ezzel kapcsolatban, írjatok. Ha van praktikátok, írjátok meg. Ha van ötletetek, mindenképp osszátok itt meg a videó alatt, hogy nagyon-nagyon sok anyukához eljusson, és nagyon sok mindenkinek a segítségére váljon. A kis korkülönbségről pedig csak tényleg pár tőmondatban, röviden tőmondat, hát én nem vagyok híres a tőmondataimról, de pár mondatban röviden beszéljünk, egy, hogy mivel itt van Tizi a kezemben, 2, hogy mindjárt mennem kell a bölcsibe, 3, hogy erről már sokat beszéltünk itt a csatornán, esetleg nézegessétek vissza az előző sminkes videóimat is, mert abban is beszéltünk a testvér féltékenységről is, meg a pici korkülönbségről is, ami nagyon fontos, hogyha mondjuk már van egy gyerkőcöd, és éppen várod a másodikat, vagy a harmadikat, vagy a negyediket, teljesen mindegy hányadikat, és pici a korkülönbség, akkor én azt tanácsolom neked, hogy mindenbe vont bele a nagyobbikat, vagy a nagyobbakat, nagyon fontos, mindenbe vegyenek részt, Kornélnál működik, Kornél egyáltalán nem féltékeny Tizire, ugyanolyan jó ízűeket alszik éjszaka, napközben nagyon szeretgeti, puszilgatja, ez abból is adódik szerintem, hogy ő fiú, Tizi meg lány, higgyétek el, hogy a nemek között is megmutatkoznak ezek a különbségek, hogy ki féltékenyebb, ki nem. Én ezt így az évek során már láttam a gyerekeken, viszont azt kell, hogy mondjam nektek, ha jól van kezelve a nagyobb is, aki még ugyanolyan picike, még hogyha nem is miniatűr, de picike,
és ez nincs elfelejtve abban a pillanatban, hogy a kis tesót hazaviszitek, akkor nyert ügyetek van, mindenbe vegyétek bele. Sokat beszélgessetek vele, beszéljetek hozzá sokat a babáról, de ne csak a babáról. Üljetek le vele játszani, ugyanúgy, mint előtte. Vagy ha előtte nem játszottatok vele, hanem mondjuk tévéztettétek, mert elfoglaltabbak voltatok, akkor most vezessétek be azt, hogy neki is lesz külön ideje, addig apa vagy a nagymama megfogja a pici babát, segít benne, de sose felejtsétek el, hogy kettő kicsitek van, vagy több kicsitek van egyszerre, nem szabad nagy gyerekként kezelni a nagyobbik kicsit sem. Úgyhogy ennyi lett volna mára a mai videóm, ma nagyon érdekes dolgokat beszéltem nektek, úgy látszik, nézzétek el, nekem ma sem aludtam túl sokat, úgyhogy ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, ha tetszik a smink, akkor arra is, tudom, az orromat most nem kontúroztam meg, az elég nagy maradt, de én ilyen vagyok, ilyennek születtem, és így szeretem magamat, és írjátok meg kommentben, hogy nálatok mi volt a helyzet, vagy mi a helyzet így bölcsivel, bilire szoktatással, vagy vécére szoktatással, vagy testvérféltékenységgel kapcsolatban, nagyon érdekel bennünket, és még egyszer mondom, ezáltal egymást is segítjük, iratkozzatok fel a csatornámra, osszátok meg a tartalmainkat, és maradjatok velünk folyamatosan, és hogyha támogatni szeretnétek a munkánkat továbbra is, hogy jó, szuper, friss, ropogós videóink legyenek, itt ez alatt a videó alatt is megteheted a köszönet funkcióra nyomással. Ez a támogatás egyenest hozzánk a borosékhoz érkezik, és a YouTube nem teszi rá a mancsait. Nagyon köszönünk minden kedves szót, minden biztatást, puszilunk benneteket, szeretünk benneteket, és azt kívánom, hogy legyen a hét hátralevő része mindenkinek nagyon jó, nagyon sikeres napjaitok legyenek, legyetek egészségesek, és tudjátok, szeressétek egymást! Na, sziasztok!